Szervusztok, üdvözlünk mindenkit, és kellemes szép jó estét is kívánunk. Jó magam, Darcik vagyok, közvetítő társam pedig Buci lesz. Szia Darcik, én is mindenkinek nagyon kellemes vasárnap estét kívánok, és nem kellett sokáig várnunk arra, hogy a CLG, illetve a FlyQuest-et láthassuk játszani. De nézzük a CLG felállását, Darsan felsősén, X-Mity Jungle, Huhi középen, és illetve Stixey, Afromu párosa a botlénen. Akik én úgy gondolom, hogy most nagyon-nagyon megerősödtek már, mint maga az egész CLG, de a FlyQuest. Boss felsősvény Moon Jungle, High középen Altec és Lemon Nation pedig majd az alsősvényre érkeznek majd. Szóval az előző gondolatmeneted? Hogy a CLG, tényleg, ahogy a Nonoék is mondták az előző mérkőzés végén, talán most nagyobb esélyekkel indul a FlyQuest ellenében, ugyanis a FlyQuestnek egy ilyen repülő rajtot vett, ha lehet így mondani, nem csoda egyébként ott a szárnyas embléma. Megvolt a repülő rajt, viszont azóta konkrétan, hogyha kiveszem az MV elleni győzelmüket, ami nagy nehezen 2-1-re azért csak sikerült, de hogyha azt kiveszem, akkor összességében egy 7 meccses vereségi szériájuk van. Folyamatosan 7 meccs óta kikapnak, és el tudnak hozni ugyan egy-egy mérkőzést. Tegnap is a TSM ellen szenzációsan játszottak az első meccsen, aztán utána ennyi. Tehát nem is tudom. Tehát egyrészt a repülőlajt az tök jó, mert lehet, hogy akkor még frissek voltak, illetve azok a különleges választások, meg a különleges játékstílus zavaró volt az ellenfeleknek, amit a FlyQuest hozott, és fel tudnak most már készülni belőlük szerintem valamilyen szinten. Úgy gondolod? Tehát nincs már ott Moonnak az Evelynje, meg ilyenek. Tehát, hogy vagy Shaco. Azt mondták még kint Kobiék is, hogy milyen jó lenne, hogyha jönne az a Shaco, mert tök jó, csak meg kell indulni vele, és nem ilyen haszontalan senkinek lenni, mert Moon az volt sajnos. Amikor legelőször elhozta azt a Shacot, akkor így ültünk, hogy így, de jó, végre választás, különleges, fú, na, kicsit megbolygatja itt a metát, meg a dzsungelt, és azon kívül, hogy néha repült egy-egy kés, meg kijött egy cimbi a dobozban, ennél többet nem nagyon tudott hozzátenni a játékos sajnos. Pedig Moon, én úgy gondolom, hogy egy olyan dzsungeles, aki kellően agresszív, és ezekkel a választásokkal tényleg meglepőket alkothat. A meglepő alkotást én is várnám tőle egyébként, mármint választások terén. Tehát azért mégiscsak előttünk van egy olyan összecsapás, ahol most már így a szezon végéhez közeledve, a tavaszi szezon végéhez közeledve jó lenne, hogyha egy-két győzelem az beeshetne. Amúgy a FlyQuestnek is jó volna egy szériát, azt megragadnia, és nem ezt a másik szériát folytatni, amit te is kiemeltél. De nem tudom, hogy mennyi lehetőség van most. Egyébként bármelyik csapatban is. Kényelmesebb pozícióból indul a CLG, azért azt hozzá kell tennünk. Mm-hmm. Jövő hét ugye az utolsó hét Észak-Amerikában. A CLG jelen pillanatban negyedik helyen állnak. Míg a FlyQuest pedig hát azon a kis vékony határvonalon, hogy éppen playoffba kerülnek be, és akkor hatodik helyen ott vannak, vagy éppen lecsúsznak erről a playoffot érő helyről. Ugye Észak-Amerikában nem volt annyi változtatás, tehát ugye emlékszünk a kulcs hetedik pozíció, vagy a hetedik hely, ami a nyugodtak szigete, vagy a béke szigete, ha lehet így mondani, kicsit kindredesen. Ugyanis akkor nem kell sem relegációs tornát játszanod, nem játszol tovább a playoffban, tehát van egy közel két hónapos, másfél hónapos szüneted, ami alatt kicsit össze lehet kapni a csapatot, és fel lehet készülni a nyári LCS-re. De én úgy gondolom, hogy mind a két csapat szeretne a playoffban minél tovább menetelni, ugyanis világbajnoki pontokért harcolnak, azért az mindenképpen jó. Illetve ugye, aki megnyeri a tavaszi szezont, az mehet a Mid-Season Invitational-re, méghozzá Brazíliába. Mindig jó helyszíneket választanak egyébként erre. És ugye megvan az a kis illuminati, hogy ahol a Mid-Season Invitation szokott lenni, egy évre rá ott van a VB is. Ez az elmúlt két évben ez így történt. Brazil VB döntő? Jövőre. Hát ott mondjuk
Az biztos, hogy lenne valamiféle parádé. Azt tuti. Illetve valahogy én azt látom, hogy építik fel például. Tehát Brazília egy olyan feltörekvő például a League of Legends-ben nemzet, illetve ország, illetve bajnokság, ahol építik szépen föl az egész e-sporton. Ugye volt ott már wildcard találkozó, volt ott már mindenféle ilyen lehetőség. Voltak ugye kint a VB-n brazil csapatként. Most lesz ott egy mid-season invitation, a teljesen jó. És ugye tavaly Kínában volt, idén pedig Kínában van a VB. Jó, jó, jó. Tetszik, tetszik ez a következtetés, levonás. Hát akkor nézzünk még párat, mert hogy érkezik a tiltási választási fázisunk. A CLG egyből egy Malzahar tiltással indítja meg ezt a sorozatot, míg Kamil érkezik válaszul. A CLG kezd most kék oldalon, míg a FlyQuest-nek piros oldalról kell az első mérkőzését a BO3-as szériában megvívnia. Jön Rengál tiltást, illetve ott van az az Olaf tiltás, amiről ugye beszéltünk, hogy talán most ebben a 7.5-ös metában vagy frissítésben visszatérhet Olaf a dzsungelbe. Ugye most már van olyan mesterség, ami jó neki, kulcsmesterség, és van azért egy pár olyan ember, aki kifejezetten szereti Olafot. Például az egyik ilyen X-Mity, míg végül szintén dzsungeles tiltás, abszolút dzsungel fókusz van most a játékosoknál, Graves. Vladimir tiltás az utolsó a FlyQuest-től egyébként, akire megvan a jó ellenválasztás is. Ha minden igaz, LeBlanc formájában ez eddig 100%-os ösvényfázis győzelmet ért. Lulu az első választása a CLG-nek, amúgy Afromu-nak eléggé sokrétű választásai vannak. Mármint, hogy ő az, aki a legtöbb támogató karaktert játsza. Még a FlyQuest amúgy gyorsan elhozza Caitlyn-t, ha már van Lulu, legalább ez ne kerüljön oda. És annyira, mert tegnap este is ezen gondolkodtam, miközben néztem a mérkőzéseket, hogy annyira cukiból az, hogy nem éri föl a székének a támláját, már mint magasságban. Viszont egyébként láttuk, hogy milyen jó karaktereket is hoz. Például egy jó Rumble, aki szintén pici, de attól függetlenül bőven van benne sebzés és erő. Rumble is gyúr. É, abszolút, abszolút. Hát meg Bolz. Bolz mindenképpen egy jó választás hozott, én úgy gondolom, miközben Darshan azt mondhatja, hogy szeretne senezni, hogy a Lulu választás már megvan. Ez így viszont egy nagyon-nagyon durva kompozíció lehet. Stixét, illetve Huhit könnyedén meg lehet menteni, illetve védeni akár ezzel a kettő játékkal. Annyira hasznos voltam ugye a két évvel ezelőtti felkészülésünk a VB döntőre. Igen. Nekem még mindig megvan a fejemben az összes ilyen fun fact. Ja. Mármint, hogy Bolz 70 kilóval szériázik fekve. És ezek annyira beleégtek az agyamba, hogy ezeket bármikor elő lehet. És ugye Darshannak a régi neve Zion Spartan. Igen, és ugye az volt a tanára másik, is úgy a hívták. Tanáraik is így hívták. Igen, ez a két év. Megéri készülni, nagyon, megéri abszolút, tanulni. Abszolút. Legalábbis a fun factekből. Mindegy, közben a CLG elhozott egy est Stixének, és hát egy karmával válaszolt a FlyQuest Lemon Nation kezei közé, karjai közé. A kötelező Huhi tiltás, Aurelion Sol tiltás, az megjött. Még a CLG-nek van lehetősége. Pontosan ugye az első választás majd a piros oldalról fog érkezni, és ők azok, akik egyébként végül az utolsó választás jogával reagálhatnak még a teljes kompozícióra, amit a Counter-Logic Gaming szeretne elhozni. Talon tiltás teljes mértékben megértem. Egy olyan vesztes mérkőzésen is, mint például az Orihennek a meccse volt tegnap, akkor is egy talon rettentő erős tudott lenni nekünk kezébe. Nem egyszer láttuk azt, hogy szóló vagy akár több ember ellen is el tudott hozni gyilkosságokat, illetve a menekülési képessége hát valami szenzációs. Teljes mértékű megint csak a fókusz, én úgy gondolom, a dzsungelre. Kha'Zix-ot is kivágja a FlyQuest, míg az utolsó tiltás a CLG-nél van. Nagyon defenzívnek tűnik eddig az összes választása amúgy a CLG-nek. Tehát a középső ösvényre valamiféle orgyilkost én tőlük várnék, pedig amúgy nem ellenük érkeznek az orgyilkos tiltások, és Huhi nem is nagyon játszik ilyen hősöket. Közben egy Gragas érkezhet valószínűleg Moonhoz, vagy itt amúgy ez dupla flexibilitás. Igen. Tehát Rumble Jungle, Rumble felső ösvény lehet, Gragas Jungle, Gragas felső ösvény lehet. Stix ilyen szokásos Warwick baitel választással, ami nem gyakran érkezik meg hozzá, vagy amikor nála van. Szóval mindegy is, középső ösvényest és dzsungelest várunk a CLG-hez.
Hát fordítva egyébként jobb lett volna, most azon gondolkodom, hogy Weigar is arra hozza rá Warwickot, mert akkor azt gondoltam volna, hogy Volkswagen fanatikus, de ez nem jön végül is össze. Jace! Közben a középső ösvényre érkező úri ember... Nem sok győzelme van ezzel amúgy Huhinak. Nem nagyon. És ugye amit kérdeztél is, hogy ha már orgyilkosok, akkor persze hozott már egy Kassadint 1-0-val, hozott már egy Árit 2-1-es statisztikával, nem biztos, hogy a legkényelmesebb választás Huhinak ez a fajta pozíció. És a dzsungelbe én is úgy gondoltam, hogy valami olyan karakter kéne, aminek azért májikus sebzése van. Ez pedig Alice-ként tökéletesen jó lehet, a játék korai szakaszában ott lesz a sebzés. Aztán pedig a gubók, amik rettentő fontosak lesznek az ő részéről. Hály pedig oriannázni fog, azt a Goislit Moon fogja kézbesíteni, vagy Hály maga egy jó villanással. Amúgy igen, ez egy olyan választás Hályhoz szerintem, mármint maga Orianna, ami egy döntéshozó kezei közé talán a legjobb lehet. Odaadod annak, aki akarod, hogy kézbesítse a labdát. A labdát. És akkor azt mondod, hogy na akkor itt most harc lesz, menj be, a többit pedig lerendezheted már magad is. Egy egész csapatharcot elhozhat egy jó vonzás hullám, de ezt mindig ki is emeljük egyébként. Még ezzel szemben, ami Huhinál van, az inkább a lepiszkáló középső ösvényes, tehát Jace-nek egy-két találó energianyaláb, vagy sokkoló bombája az azért elég sokat jelenthet egy csapatharc előtt. Tehát itt ezen van a hangsúly, hogy egy csapatharc előtt, mert hogy a beugró Jace-re egy kifárasztás már bőven elég. Abszolút. Abszolút egyetértek. És most nincsen az a kompozíció, vagy az a wombo kombó, hogy Jace Ziggs-es párosítás. Ja, azt láttuk, hogy rettentő jól tud működni, főleg például a tornyok ellen. Ugyanis ők ketten, hát már különben egy perc alatt elhoznak egy tornyot, hanem kettőt. A zene pedig gyorsan váltott, pedig gyorsan fogunk érkezni majd az első mérkőzésbe. Counterlogy Gaming kék oldalon, FlyQuest piros oldalon lesz. Ha az összességében nézem a statisztikákat, azért kitűnik az a Counterlogy Gamingnek az a fajta jó szériája, amit az elmúlt hetekben tudott mutatni, illetve egy-egy olyan pozícióban, mint a kihelyezett őrszemek száma. Ők tudnak vezetni. Sárkány kontrolljuk nagyobb, több sárkányt tudnak elhozni egy-egy mérkőzésen, hasonlóan a baronokhoz. Tehát valahol még azért, ha csak a száraz statisztikát nézzük, mi itt is a Counterlogy Gamingnek kéne adni a pontot, viszont ezen abszolút változtathat. A FlyQuest szimpatikus egyébként a csapat összeállításuk. Ez a féle tükör összeállítás egyébként a két csapatnál. Tehát még a CLG-nél összesen egy varázssebzés hordozó van, Alice. Addig a FlyQuest-nél összesen egy fizikai sebzés hordozó van, Lövész, ugye Caitlyn személyében. És így amúgy lehet is számítani arra, hogy a játék korai szakaszában kitől hová fog érkezni a fókusz, a figyelem. Tehát a CLG oldaláról X-Mitit kell a leginkább megfogni és hátrányba helyezni, mert hogy akkor nem lesz varázssebzése a CLG-nek, elég ha páncélzatot halmozol magadra, és amúgy ezt mind Gragas, mind Rumble bőven meg tudja tenni, de még amúgy Orianna is. Még a FlyQuest-nél az alsó ösvényre kell nagyon-nagyon odafigyelni, nehezen elkapható ösvény talán ez a Caitlyn karma, de ha ők lemaradnak, akkor az egész FlyQuest kompozíció lemaradhat. Én úgy gondolom, hogy ezt lehet majd tőlük várni, miközben a belső láng az talál Lemon Nation-től, de csak egy pajzsra volt elég. Égetés van egyébként mindkét támogató játékosnál, sőt, Huhinál is rettentő agresszív a CLG csapat kompozíciója, Hály pedig inkább egy gyógyítással jött, hasonlóan ugye a lövész társához, Altekhez, tehát kettő darab ilyen gyógyítással pedig a FlyQuest tud majd esetlegesen menteni saját magukon, Darsan pedig a második, vagy a talán ilyen másodjára megszokott Shen kezdést választja, a kis gyöngyökkel, ebből ő azért be fog tudni egyet építeni mindenképpen tárgy választásába, többit pedig majd eladja, amint véget ér az ösvényfázis, illetve pénzre lenne szüksége. Kíváncsi leszek, mit tud majd Bolz ellenében az ösvényen alkotni, és a twitterezők szerint is a CLG-nek kéne győznie, nagyobb a fantábor. Sokkal nagyobb az a fantábor, igen. Tehát majdnem háromszoros szavazatot kaptak, de mindegy is. Közben amúgy remekül cserél a FlyQuest alsó ösvénye, Lemon Nation még. Egy-két nyilvesszőt összeszed, de
Szerintem így is. Maga biztosan nyerték meg ezt a párharcot. Afromúnak amúgy, ha minden igaz, már csak egy sütű áll rendelkezésére. Kettőt tehát elhasznált. És mivel kifárasztás nincs egyik oldalon se, erre ugye már te is kitértél, ezért talán a gyilkosság lehetősége az nagyobb is az alsó ösvényen. Nehezebb egy beérkező rajtaütést megállítani a kifárasztás megléte nélkül. Az pedig, hogy arról beszéltem, hogy ugye a beugró Jace-ra a kifárasztás jó ellenszer lehet, hát ez most nem lesz opció ezen a mérkőzésen. X-Mitty pedig közben őrszemeket is megkerülve érkezhet az alsó ösvényre. Van neki felemelkedése, bár ezt most nem tudja kihasználni. Villanásos Gubo Altekre, gyönyörű szépnek is van még villanása, viszont futhat hátra. És az első gyilkosság egyébként a pókoknak és a vörös szederhátnak köszönhetően X-Mittyhez kerül. Stixi is villant, de neki még megvan a gyógyítása legalább. Amit mondtál egyébként, az kezd megvalósulni a CLG részéről, tehát X-Mitty az alsó ösvényt fókuszálja, nagyon szépen érkezik, kevés az inspiráció, főleg úgy, hogy még jön rá a lassítás, ennek köszönhetően pedig a gyógyítás sem elég Altektől ahhoz, hogy kellő távolságba jusson, ugyanis X-Mitty a villanás gubó kompozícióval, vagy kombóval teljes mértékben megállítja a FlyQuest lövészét, a hálós lövés sem volt elegendő számára. Bizony, amikor kicsit agresszívabban tolják előre az ösvényt, és ilyen jó helyről érkezik X-Mitty, akkor ilyen szituáció alakulhat ki. Rögtön vásárolnia kellett egyébként, hát így hátrányban egy ilyen hosszú távú befektetést. Aratásra gondolok. De egyébként ezt nem csak ő tette meg. Mármint, hogy Stixinél is ugyanez a tárgy fellelhető már most. Nem is csak azért jó ezt korán megvásárolni, mert hogy kapsz érte bónusz 180 aranyat, hanem hogy amíg utána is ez nálad van, addig is megkapod minden egyesen hozott farm után a bónusz 1 aranyat, ami összességében hát ingyen statisztika az ösvényfázisban, tehát bónusz sebzés, bónusz életlopás ugye minden egyes ütés után. Ez pedig ugye azért még egyesnél sem túlságosan rossz, miközben X-Mitty amúgy a felső ösvényre érkezik. Ugyan itt van Moon is, és ezt várnám amúgy Moontól, hogy kövesse le, tükrözze a mozgását X-Mittynek, már amennyire ez lehetséges a játék ellen szakaszában. De egy 1-0-ás Elise-t megállítani, azt én úgy gondolom, hogy jelenleg nem a legkönnyebb. Most, hogy a jövőre tekintünk, akkor a CLG-nek kettő darab mérkőzése van még hátra, ugye az Immortals ellen, illetve a legutolsó mérkőzése az alapszakaszban pedig az Envy ellen lesz, tehát nekik talán egy picit könnyebb az egész szituáció. Hasonlóan egyébként a FlyQuest pedig az Echo Fox-szal fog játszani, de talán a Team Liquid ellen nagyobb lesz a harc. Ők egyébként az Immortals-zal vívnak vérre menő küzdelmet a hatodik helyért, hogy ki az, aki még be fog kerülni a rájátszásba. Ez mindenképpen fontos egy feltörekvő csapatnak is, gondolok itt ugye a FlyQuest-re, aki azért rengeteg olyan névvel rendelkezik, akiknek már hát megjárták egyrészt a csúcsokat is, illetve a Challenger Series-t is. Mind egyébként a CLG-nek, aki hát az elmúlt években, vagy az elmúlt egy évben azért CLG dominancia volt, azt kell, hogy mondjam. Alsó ösvényre amúgy a FlyQuest érkezhet 4 emberrel, sőt a teleport miatt 5 emberrel, amúgy Boznak van végső képessége, de elég a vonzás hullám, 2 emberes, Afrum összeesik, Stixé pedig halálra ég. Ez bizony nem csak két gyilkosság, de még első torony is lehet amúgy a FlyQuest csapatának. Kérdés csak az, hogy ebből valaki szóló aranyat kap-e, avagy ezt elosztják. Úgy tűnik, hogy Altek fogja megkapni az első halál után egy kis kárpótlás számára. Tessék, bónusz 300 arany, miközben amúgy Huhi őrszemet takarít, de valószínűleg amúgy ez így is első sárkány lesz még az első torony mellé a FlyQuestnek. Ha itt maradnak még a közelben a rakéta, nem talál Huhira, de Huhi viszont rossz térfélem van összességében. A villan még, hogy túlélje ezt az egészet. Boz viszont, akinek még mindig megvan a villanása, talán ezt leköveteti. Lemonation nem volt ugye már manája, úgyhogy nem nagyon tudott mit. Ajajajaj. Azt mondjuk nem gyenge. Lemonation, akinek megvan még ugye a nulla manája, éget és után meghal. Afromu hozzá a gyilkossága, csillámpor az agyadba. Huhi pedig még egy kicsikét csere berél hájjal, akinek szintén elfogyott amúgy mind manája, mind amúgy a gyógyítása is. Hát öregem. Jó döntés volt ott maradni. Abszolút. Lemonation. Mármint nem Lemonationnek, igen. Hát én ezt most megkérdeznem, hogy papa, mi van veled? Tehát, hogy azért, ez azért elég merész, így, pont azon a részén a pályának hazamenni, ha konkrétan elment volna mondjuk a csirkékhez, a raptorokhoz, akkor már sokkal nagyobb biztonságban lett volna, oda nem fog tudni úgy átugrani Huhi.
Puhinak viszont egy rettentő jó észrevétel, hogy gyerekek, hát én visszaugrok, úgy sincs kifárasztásuk, tehát nem tudnak velem mit csinálni, visszaugrok, és annyi manám még mindenképpen lesz, hogy egyet gyilkoljak. Levon Nation ez egy picit elszámolta. És merész volt az könyvben, merész. Az is szerintem mohóságnak tudható be, ha nem előnyös pozícióba akarsz hazatérni, hogy hamarabb visszaérhess az alsó ösvényre. De mindegy is közben egy kissé érdekesnek mondható Huhinak a tárgy választása. Nem fér értés, ne essék. Visszajátszásunk után ezt láthatjuk. Igen, és ugye itt van még Afromó is, tehát bőven tudja menteni Huhit, miközben kapunk egy gyorsan egy kis képet, hogy frissítsünk a YouTube-on, ugyanis kicsit késett a játékhang. Ez mindjárt meg is történik, reméljük, semmiről nem maradunk le. De amúgy remekül látszott, hogy nem volt rálátása a perem túloldalán lévő karmára, hazatérő karmára Huhinak, tehát így összességében vakon tudta ezt a gyilkosságot odahozni magának. Ez az, ami gyönyörű szép teljesítmény volt a részéről. Huhi egyébként megint itt van, de a kéklopás az most nem sikeres a részéről, egy kicsikét lecsúszott erről. A rálátás pedig, hogyha jól látom, amúgy nem is volt meg közvetlen a kék erősítésre, ezt kitakarították kontrollőr szemekkel a FlyQuest játékosai, amúgy a déli dzsungel részre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek összességében, tehát talán szerintem Moon megkapja a védelmet. Miközben egyébként álltak annak köszönhetően, hogy gyilkosságot, támogatást és ugye a toronyból járó aranyat is el tudta hozni, Kain karddal tudott azért válaszolni, ez mindenképpen jó neki az ösvény fázisba, ezt követően pedig építheti majd a Rohan hurikányát. És nézd meg, 800 arany bónuszban van Stixéjel szemben. Jó döntés volt a FlyQuest-től odaadni neki ezt a toronyért járó bónusz aranyat, és így a torony előnnyel valamit még akár kezdhetne is a FlyQuest. Bo az az, aki nagyon feltolta az ösvényt, de a teleportnak köszönhetően le van maradva bőven. Farmban. Igen, viszont jó pozícióban áll az ösvényen, tehát ugyanez egy betolt ösvény volt, de ő azért a felező ponton nem ment túl, ami azt jelenti, hogy nem igazán volt ez rajta üthető, vagy legalábbis kevés esély volt tényleg elhozni ebből bármit is. Közben amúgy Huhi az, aki kék erősítést kapott. Vagy háj. Nem, hály, korábban kapta meg a sajátját. Jó, egy kicsit akkor ebbe belebaboltam. Huhi kapta meg a 100 aranyat plusz a kéket. Stixéjék szeretnék elhozni ezt a tornyot, vagy legalábbis egy picit rombolni rajta, hogy könnyebb legyen majd. Ugyanis a FlyQuest volt Altec és Lemon Nation párosától, akik azt mondták, hogy ösvénycserét szeretnének, az ösvénycserének köszönhetően, illetve annak, hogy Boaz most elhasználta a Stukert farmolásra, megkezdi az első sárkányt a CLG, pontosabban Xmity. Az óceán sárkány így a kék oldalon fog landolni bónusz regenerációnak köszönhetően. Nekik azért könnyebb lesz egy picit az ösvényen maradniuk. Viszont eddig a FlyQuest az, aki a hívásokat hamarabb és jobban hozza meg. De statisztikailag is a 15. percben egyébként átlagban ők plusz arany előnyben szoktak lenni, tehát plusz 300 körüli. Míg az a kérdés, CLG meg mínusz 200-ban. Az a kérdés, tudnak-e második tornyot hozni a felső ösvényen egyébként ebből az egészből, mert hogy nagyon lassan hozott CLG az alsó ösvényre a tornyot. Xmity most már lassan itt van, Darshannak pedig folytán az életerejét, tehát kell is neki a segítség, úgy gondolom. Hetes szintű mindössze az az Elise. Saját dzsungelében nem túlságosan aktív az elmúlt időszakban. 11 percnél 47 az ő farm átlaga, még Moonnak már 72, és elhozott farmja pontosabban. Huhi pedig szeretne egyet cserélni, de a sokkolóbomba az mellé megy. És azt kezdtem el az előbb mondani, hogy azért hathat kissé furcsának az ő tárgyválasztása, mert az átoknyelő után ugyan el szerette volna kezdeni építeni az istennő könycsepjét, ebből azonban csak egy kis gyöngyöt tudott magának vásárolni. Tünde amulett, azt hiszem, ha minden igaz, ennek a tárgynak a magyar neve. És egyelőre a FlyQuest uralni tudja legalábbis úgy az ösvényeket, hogy az ő szájuk íze szerint folyik a játék. Az első rajtaütés nagyon szép volt Altecre, és köszönhető annak, hogy
jön már mind Moon, mind pedig Lemon Nation segíteni, így előre mehet Caitlynnel Altec, és a kettes szintű tornyot most az alsó ösvőn is megpróbálják egy kicsit. Követik szegény Darsant, vágott, tehát Darsan bárhol vagy, mindegy, oda megyünk, kicsit üzé, kicsit megsebzünk, aztán a kettes szintű tornyra fordulunk, miközben kiegyenlít a CLG a tornyok állásában. 2-2 így. Sőt, hogyha H itt nem tudná megvédeni a tornyát, amit egyébként meg tud védeni, akkor nincs is semmiféle baj. X-Mity itt van Darsannal. 2-3. Nagyon higgadt mérkőzésünk van amúgy. Mm. Nem rohannak. Így is lehet mondani amúgy, igen. Van még úgyis egy-két mérkőzés a Tarsolyban. Viszont amit előre vetítettünk, hogy kik a fontosak, a célpontok a két csapatban, azok egyelőre nem teljesítenek rosszul. Talán X-Mity van magához képest lemaradva. Villanásos gubun nem sikeres, viszont itt marad még a FlyQuest. Nem jó a sújtás és a lopás sem így összességében. X-Mity viszont rossz felé menekül, egy gyönyörű szép sokkoló bomba. És így húhi az, aki hát mégis lehet, hogy ott hagyja a fogát, fejlővése van Alteknek, elhozza a gyilkosságot, a nyilvessző pedig hájra, hát tök mindegy, hogy betalált igazából. Így is megvan már a gyilkosság, és hát én nem tudom, hogy ezt a FlyQuest hogy tudta túlélni egy ilyen szűk terepen. Szép a Stukker, Stixének kell villannia, de még egyelőre életben maradhat. Bolz pedig bemegy még egy kicsit pörkölni, de ebből több gyilkosság úgy tűnik, hogy nem lesz, hogyha csak nem. Altec fog meghalni X-Mity jó pozícióban. Egy őrszemen keresztül szeretné érkezni, de az alsó ösvényre a belső láng mellé megy még így is. Ugyanúgy, ahogy a gubó is, menekülnie kéne. X-Mitynek életereje már nincsen túlságosan sok. Afromui is fogy. Ez bizony Fiesta a javából, hölgyeim és uraim. Darsan viszont még mindig itt maradt. A lassítások miatt nehezebb is menekülnie, de egyelőre még életben marad. Alápontos lövés, háj pedig villanásgyógyítás meglétében ott marad. És meghal, ugyanúgy, ahogy Altec is a háttérben. Igen, ez most egy visszakézből érkező CLG pofon volt a FlyQuestnek. Pont azt akartam mondani, hogy milyen jó a 15. percben, hogyha egy Caitlyn nem van egy vörös szedár hát erősítést. Azért végig tudta lassítani és égetni az egész bulit, miközben nézzük, hogy X-Mity érkezik, ugye nem talál neki egy a gubója, viszont milyen szerencse, hogy elérhető a felemelkedés, ennek köszönhetően még vissza tud vonulni. Megjön ugyan Afromu, de ő rögtön el kell, hogy használja az ultiját, Darsan pedig még időben blokkolja az alaptámadásokat, el tud ő is csúszni. Háj, itt túlvállalta az egész dolgot, és Altec az, aki belement a torony lövésekbe, tehát nem. Nem is belement, azért ment bele, hogy ő a végső képességével majd valamit csinál, az pedig ugye, ha minden igaz, ő már nem tudja megszakítani, tehát nem is nagyon volt lehetősége kimenni. Talán a villanással, ebben nem vagyok biztos, de annyi a lényeg, hogy hát önszántából belement, és a vörös szeder hát miatt kapta tényleg, ahogy te is mondtad, azokat a bónusz beérkező sebzés hullámokat. Afromu pedig közben rossz pozícióban, a sokkoló bomba Moonon, akkor hát azért nem tép, neki már van egy kis páncél és életerő tartaléka is. A tűzkőnek köszönhetően. Uh-huh. Viszont... Igazából hát nem nagyon értettem, mármint hogy egyébként nagyon csalogató volt ott a helyszín, tehát 3-4 0 HP-s ember, hát oda be egy vonzás hullám, az instant triple kill, tehát vagy instant 3-as gyilkosság. De hát ilyen óvatosan érkezett azzal az Oriennel. Jövök. Jövök? Na, lesz ott egy jó ulti? Nem lesz. Ja, hogy itt van, Jace is megöltek? Oké. Tehát, hogy lehet, hogy egy picit agresszívabban kellett volna érkeznie, vagy valahogy berobbanni valahonnan, akár még egy villanást is beáldozni azért, hogy magán legyen a vonzás hullám. De szerintem túl óvatoskodta ezt most Háj, és ennek úgy itta meg a levét, hogy igazából azt mondták, hogy nem jössz te sehova, kedves barátom. Muhiben azért pedig sebzés az már van, Jomu szellemkardja megvan, Darsan és Bolz találkoznak. Bolz az, aki rövidebbet húz, ugyanis Darsan. Egyrészt tankos. Nem is hagyja ennyiben egyébként, villant már Darsan, Bolznak is villania kellett, de nem hal meg Bolz. A plusz lassítást akartam úgy Darsan kihasználni ezzel a villanással, utána a felbőszítéssel, de hát ebből gyilkossága számára nem született. Nagyon megnyerő amúgy a felső ösvényes teljesítménye, uh-huh. Tehát a plusz 30-40-es farm előny. Az szép. Az egy pokoli sárkány volt. Nagyon jól játszik egyébként, főleg. Nyilvessző talál, Lemon Nationnek kéne visszább lépnie, ha túlélné ezt az egészet. X-Mityn pedig egységben az erő felemelkedés miatt túléli a torony sebzést is. A hordó pedig túlságosan korán érkezik ki Moontól. Halálpontosnak nem nevezném ezt a lövést.
Meg a lövés sem. Egyik sem, pontosan. De nagyon szép volt egyébként a CLG-nek a, hát a falemberei, hogyha lehet ilyen NFL-es szakszövegekkel, vagy szakszavakkal élni. Tehát beálltak ott mindenki, hogy mentsék a menthetőt. Hánynak van nagyon kevés ilyen? Ó, hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ez csillagos ötös. Hát nem Hájtól. Hát tőle aztán végképp nem. Hájtól már egyébként a tegnapi Zed is olyan volt, hogy így... tessék? Na mindegy, szóval Háj gyógyított villanásával, pedig hát mindegy is, hogy kalkulálta, mert a mögé érkező Afromó elől már úgysem is tudott volna elmenekülni, és amúgy Afromó elhasználta égetését is, hogy bebiztosítsa ezt a gyilkosságot, ami amúgy összességében sikerült is. Na most, ugye az a szituáció, hogy a Flagvest ugyan megindult a legelején azokkal a tornyokkal, még a kettes szintű tornyokra is ki tudtak mozdulni. Talán egy picit túl gondolták ezeket, hogy megpróbálják elhozni, végülis ugye nem sikerült, ugyanis a CLG nagyon jól tudott válaszolni ezekre, de a CLG egyrészt a statisztikát is bizonyítja, vagy legalábbis alátámasztja, hogy a sárkány kontrollja sokkal jobb a Flyquest-nél. Tehát az 1,8 a 2,1, tehát az a 3,1% vagy 3,1 pont az mindenképpen számít. És elég jó sárkányokat tud összegyűjteni folyamatosan magának. Főleg így a plusz 8% sebzéssel. Most na ez volt halálpontos lövés. Stixé pedig borzalmas pozícióban villanását nem használt el, meg is halt egyébként. Szép volt Moonnak az érkezése is. Minimális sebzés szenvedel mindössze, viszont ez tökéletes sokkoló bomba Hájra és Altekre. Csak rossz pozícióban van ennek köszönhetően Huhi. Egyes egyedül őre érkezik ki a Stukker, menekülni nem már nincs is lehetősége. Vonzás hullám Huhi agyába! 2-0-át cserél összességében a Flyquest. És nem lehet azt mondani, hogy egyik csapat is el tudna húzni a másikkal nem szemben, mert akkor történik egy ilyen. Mondjuk azért ez érződött, hogy a Flyquest most már nagyon meg akarja bosszulni Huhit, hogy ennyi mindent ki kellett lőni rá Stukkertől kezdve vonzás hullámon át, és még rohantak rá, az volt az, aki szépen tankolta ezt a tornyot, neki volt talán a legtöbb élet ereje, és ki is egyenlít közben. A Flyquest Moon érkezik nagyon jó pozícióban, pont elkerüli Afromút, ami a kulcs momentuma itt a szituációnak, és a kicsi a rakás és a robbanékony hordó párosítás bőven elég ahhoz, hogy a lövészt meg tudják ölni. X-Mitty itt még szeretne kezdeményezni Moonra, viszont Boaz megjött egy teleporttal, Huhi pedig úgy gondolta, hogy ha már talált a sokkoló bombám, akkor megpróbálom befejezni a gyilkosságot. Elhasználja ugyan a Jomu szellemkarját, de bőven jó a bátorság próba, és itt már nem volt se villanása, se bónusz olyan gyorsítása, amivel mondjuk akár képességbe vagy tárgyból tudott volna szerezni. Pont ennek köszönhetően High vonzás hulláma talált, a gyilkosság pedig a Flyquest oldalára került. Pont ezért amúgy felesleges is volt villanni a Huginak. Már megkapta a lassítást a Stukkerből, tehát várható volt, hogy őt utol fogják érni és le is fogják üldözni a pályáról, meg is történt amúgy. De mindegy. Lényeg az igazából az, hogy szerintem 21 percnél az ezres aranykülönbség, az jelentsük, hogy nincs aranykülönbség a két csapat között. Ez nagyon minimális összességében. Amúgy a Malmorcius bendőjét teljesen befejezte most már Huhi, úgy gondolja, hogy kell az a temérdek varázs ellenállás. Nem is csodálom, a Flyquest-nél még mindig csak két van az, aki tisztán fizikai sebzést fog osztani rá. Úgyhogy a varázs ellenállást ezt ki tudja használni bőven négy szép, ember ellen, szép. És Lemon Nation pedig így van sebződik. Jó a piszkálódása eddig Huhinak, és ez mindenképpen jó. Egy-egy sokkoló bombával utána már lehet ugrani, jöhet Darshan ultival, vagy éppen Bozt bánthatja egy kicsit. Ez azért fáj Boznak. Még úgy is, hogy van már egy kereső karvértje. Tehát azért ő is rendelkezik egy kevés páncéllal. De lassan Tiamatja az mindenképpen még akár erre is jó válasz. Illetve mind a higany léptek, mind a szellemarc majd hogy nem elegendő védelmet nyújt számára, hogy Boz támadásai ne érjék őt olyan szorongatott helyzetben, így a cseréket általában Darshan tudja jobban kivitelezni. Hát Moon betankosított, viszont ez az érdekes tankosítás kategória. Ugye pont a 7.5-ben átalakították kissé,
a lovagi esküt. Ez most már, hogyha egyedül vagy, akkor egy kicsikét hatásosabb. Még kevésbé hatásos, mint korábban volt, ugye, hogyha a közeledben vannak. Vagyis nem. A korrekt megfogalmazás az, hogy ugyanannyira hatásos, ha a közeledben van az eskü célpontja. Közben gyönyörű szép amúgy. A vonzás hullám egy emberre jó mindösszesen. Egységben az erőtársam megérkezik. A villanása az nem a legjobb, sőt borzalmas. Moon viszont erre éppen időben tudott reagálni, mondjuk inkább így. Balz viszont csak most érkezik meg. Van végső képesség, és ebből akár kezdeményezhet is. Ez jó. Exmitire neki ugye már éppenséggel nincsen villanása. Erre volt jó Balz érkezése. Zsobbarékony hordó is van még. Az bizony van. Hohinak pedig itt meg kéne halnia. Neki tényleg nincs villanása még nagyjából fél percig. Viszont a vadonszava kiérkezett rá, és így túléli ezt az egészet. Jó a felbőszítés Balzra. Altek kap egy sokkoló bombát. Zonya homokórával pedig folyamatosan sebez, a sebezhetetlen Balz, és megy is előre, miközben társam maradott a tank. Fogynak az élet erői pontjai amúgy a FlyQuestnek is, de még mindig ők hoznak el gyilkosságot, iszonyat veszélyes az a Caitlyn, még egy sokkoló bomba találat, ez már talán a harmadik ebben a csapatharcban, ebben a pofoszkodásban. És még mindig nem vagyok biztos benne, hogy vége van, mert hogy a sárkány felé lép ki a FlyQuest, ez mindössze egy felhősárkány. De azért bele-bele szólhat a CLG, hogyha úgy akarja. Exmitének sújtása az van, mondjuk villanása nincsen, hárman vannak itt, egész jó életerőkkel rendelkeznek, de nem talál a sokkoló bomba, a sújtás pedig jó Moontal, így megvan az első sárkánya a FlyQuestnek, meg is érdemlik a tapsot amúgy. Az lesz az érdekes, hogy bármikor bejön Darshan, rögtön fogja kapni egyébként a kicsi a rakást Moontal. Húhi mentése nagyon szép, néz, meg mindjárt csúszik majd Darshan, hogy akkor jövök be, barátaim. És megint jött rá Moon. Ugyanezt megcsinálta körülbelül kétszer, az Zonya homokóra tökéletes időben használja Balz, hogy még egy kicsit tudjon pörkölni is. Az elmenekülő Shant pedig utol lehet érni, a villanás pedig pont akkor jött ki, amikor már előtte álltak az ő golyóját, így Stixé is ott hagyta a fogát. Kellett azért ez a 50-50 szerencsejáték Alteknek, hogy crit vagy nem crit. Ez igen. Most éppen crit. Hát a zöldre rakott, a zöld nullásra is bejött. Nem, vagy igazából azt mondta, hogy érted, rak pirosra is, meg feketére is, de csak színre rak, az egyik biztos be fog jönni. Egyszer tanával mi ezt rulettesztünk. Mennyit vesztett, nyertetek? Egyébként nyertünk meglepő módon, én voltam a szerencse malacon, azt mondta, még nem tudom, 100 000 éve. 3 000-rel indultunk, 21 000-nél mondtam tanának, hogy vegyük ki. Na 12-nél ki tudtuk venni, úgyhogy végül összességében egyébként nyertesen jöttünk ki a játékból, csak én 21-nél mondtam, hogy tanám, vegyük már ki. Nem, játszunk még, tudod, és akkor mondtam, hogy oké, tanár, figyelj, 21-ről 13-ra csökkentünk, még így is egy plusz 10-essel vagyunk, vegyük már ki, és kivettük. De jó buli volt. Nem nagyon értem egyébként még mindig a játékot, de jó volt. Én élveztem, tehát mondtam, hogy oda tegyél, meg ide tegyél, meg ilyenek. Tök aranyos volt, hogy mondta azt, hogy jó, oké, mivel te voltál szerencse malacom, így a kis felső zsebembe így belecsúszott egy ezrest. Ennyit ér egy szerencse malac? Megtartunk, hát de tök jó volt. Jó menedzser, jó menedzser. Élveztem az estét, és akkor még kerestem is egy kis Mátyást. Időközben egyébként semmi nem történt. Nem, pont ezért mertem egyébként. Tehát rotálnak a srácok, annyiról van szó mindösszesen. Úgyhogy lehet amúgy, hogy még egy sztorira, még egy történetre lesz majd időnk, miközben őrszemeket takarítanak a CLG-s játékosok. Csak nem a legjobb helyen szerintem. Tehát ennél mélységi őrszemei is vannak a FlyQuestnek. Érdemes is megnézni, hová húzták fel azt az őrszemhálót. Tehát így eléggé bent a CLG mélységi dzsungel szakaszában. Még amúgy kontroll őrszemük is van. A Baronna sort viszont azért a CLG tudja figyelemmel követni, és végig látják azért, hogyha esetleg próbálkozna ezzel a FlyQuest. Akik amúgy még mindig hátrányban vannak, csak egyszerűen jól őrszemeznek. Abszolút is. Lemon Nation az, aki vásárolt magának egy fekete pecsétet karmával, 4 darab jelző azért van már rajta, tehát akár ezzel is számolhat. Merész tárgyválasztás. Mondjuk a végén még be is jöhet. Szerintem amúgy mindössze azért vásárolta, tehát hogy több manát, meg úgy összességében több életerőt nyerhessen vissza az újratöltető ítókájából. Az meg, hogyha még mellé beesik egy-két gyilkosság vagy támogató. Az csak még jobb. Sőt, így egyébként elég jó is neki.
Afromui és Lemon Nation is egyébként rendelkeznek már a megváltással. Tehát a bónusz gyógyítások jöhetnek, Exmiti nem lát semmit. Hát itt igen. Kiküld egy pókot. Ő viszont Lemon Nation fogja bántani. Moon viszont nagyon türelmes. Nagyon. Egy kicsikével kéne csak közelebb jönnie amúgy Exmitinek, de ezt nem teszi meg. És már repült volna minden igen. Egyébként. És ugye 28. vagy 29. percben lépünk most be, hát hogyha ebben a szituációban megölték volna Exmitit, az majdhogy nem biztos baronnasor hívás lett volna. Darshan. Hát az alsó és fényes összecsapás. Itt valószínűleg gyilkosság így se lesz, de Darshan remekül cserél még ezzel a Rumble-lel szemben. Nem is ezzel volt a baj. Robbanékony hordó. Nem a legjobb Sixére, de hát lecserélni legalább le lehetett. Nem kellett villannia, nem kellett gyógyítani. Ez nem egy tökéletes robbanékony hordó volt. Viszont közben a felső esvén a CLG el tud hozni egy tornyot. Valószínűleg Buknak is érte egyet, így van. Közben Altec tudja ezt elhozni. Tehát torony csere volt. És egy nem túlságosan sikeres kezdeményezés. Mennének, viszont a Stukker az ösvény takarításra úgy néz ki, hogy elég jó, nem tökéletes, még maradt egy-kettő minél a közelben. Ezért tudja elhozni a CLG még az Invitart védett tornyot is. És remekül cserél közben Huhi. Bolsz haza is zavarja, alsó ösvény pedig Darshan és Exmiti tud egy tornyot elhozni. Életben van még új, és nem tud gyilkosságot elhozni. Megmaradtam úgy Bolsz villanása, így is túléli a törmelék pajzsok segítségével ezt az egészet. Villan közben egyébként Exmiti, Darshan egy csúszással oldja meg ezt az egész helyzetet. Illetve Alice-nek nagyon szép volt a visszaforduló gubója, ennek köszönhetően ugye Lemon Nation nem tudott tovább kezdeményezni. Ez egy nagyon jó hívás volt most a CLG-től felsősvényen, illetve az alsősvényen is egy-egy inhibitor toronyra tettek szert. Okosan kell mostantól a FlyQuest-nek erre a két ösvényre figyelnie. És itt látjuk egyébként, hogy már egy Jace jó kis gyorsított lövésekkel milyen jól tudja a tornyokat elhozni. Hát ő meghalt ugyan, de szerintem ez még egy ilyen megérte vállalkozás volt. Abszolút. Kettő bár darab toronyért. Ha a FlyQuest ezt a baronnasort elhozza, akkor már nem vagyok benne ennyire biztos. Fölhúzza a csapda hálóját, altak egy kis sebzés ki is oszt Afromónak. Jó a gubul Lemon Nation, Exmiti viszont még mindig a közelben van a baronnasornak. 2000 életereje van, nem jó robbanékony ordó, benn van Exmiti a buli közepén. A baronnasorra mindenki lefordul és gyönyörű szép, mind a sokkoló bomba, mind a területi sebzés, kettős gyilkosság Shannon, a baronnasort is. A CLG tudja elhozni magának és ez nagyon úgy fest, hogy egy mérkőzés is lehet akár a CLG-nek 3 halottal, teleport, egy baronnasorral és 2 szabad inhibitorral. Hát nem véletlenül, úgyhogy Darshan érkezik is erre a mérkőzés befejező rohamra. Előre tolásra, rohamra pontosan. Él még amúgy egy Rumble és egy Caitlyn-nő, nekik van ösvény takarításuk, de ebből elég sokat kéne elbukni a FlyQuest-nek. És még 10 másodperc, amíg éledni fognak a játékosok a FlyQuest oldalán, Darshan pedig, hát ő felfogja a sebzés, semmi gondja nincsen vele. 3 bukott inhibitor is lehet ebből, egy kis sebzés Exmitit-től Altec-re. Tőlem, neked, tudod, mint a Valentin napi kártyán. Hát csak ennek most lehet, hogy Altec annyira nem örült. Igen, ez nem volt annyira szerelmetes, mint egy-egy ilyen kártya. Nézzük is meg, mi is történik, Exmitire fordul ki a FlyQuest, majd nem hagyja ott a baron, Nashort bejön. Exmiti fel tud menni, így a robbanékony hordó jóformán semmit nem ér. Ugye Moontól gyönyörű a felbőszítés, innentől kezdve 3 ember is folyamatosan Darshant figyelte a kettős gyilkosság mellett, ugye el lehetett hozni a baronnasort. Ez még 2 percig elérhető a CLG-nél. Moon közben. Lamára szíten. Hát igen, tehát hogy kösz. Még egy felhő sárkány, 50 pontnyi mozgási sebesség most már a FlyQuest színeinél, ami jó, mert rohangálni kelleni fog most az ösvények között, és védekezni kell. Tehát legalább ennyi előnye van. Bonzás hullám Huhira, akit nagyon szeretne megölni a FlyQuest mellé. Amúgy a robbanékony hordó és a visszaforduló csapatharcból egy gyilkosságot már elhozott a CLG, de mire végigmondom ott a második is, Boznak kéne menekülnie, de nincsen már neki sem. Vonzás hulláma vagy villanása, életenél sem túlságosan sok, és Darshan mennyi sebzést kap, nézd meg. Konkrétan az egyetlen egy lövész, az egy fél óra alatt tudná mindössze lepüfölni Exmitinek. Kéne valamit csinálni a sokkolóbomba belől, szépet villan Altec.
meg ha a Boyz leesik az őr angyala még-e Darshannak, de az mindegy. Stixé pedig egy gyilkosságra még benevez a mérkőzés befejezése előtt, és 14-8-al 33 perc alatt a CLG a BO3-as összecsapás első mérkőzését elhozza. Most konkrétan Stixé bevillant, gyógyított, hogy Darshan ne halljon meg, és még elhozza az utolsó gyilkosságot is. Nagyon szép játék tőle, illetve az egész CLG-től az a hívás megpecsételte a FlyQuest sorsát, amikor ugye Huhi, Exmiti a felső ösvényen mondta azt, hogy na akkor induljunk meg, illetve a többiek az alsó ösvényen. Persze, hogyha a FlyQuest nem veszti el ott azt a baronnasor küzdelmet, akkor ez máshogy is alakulhatott volna, de egyrészt ott hibázott Moon is, illetve Darshan nagyon-nagyon jól érkezett. Tehát ott ez a kettőt lehetne talán nagyon fontosan kiemelni, vagy pontosan kiemelni. A robbanékony hordóval szerette volna ugye visszább lökni Elise-t, aki éppen felemelkedésben volt. Na, innentől kezdve kiment Moon-nak bármiféle olyan lehetőség, hogy akkor hogy védje meg a baronnasort, illetve a csapattársait. Mm-hmm. És megjött az a Darshan, aki egy felbőszítéssel három ember talált el. Hello, és Tiamatja gyakor... már voltam, tia... neki is meg. Sőt, szerintem akkor már Titán Hidrája is megvolt, tehát hogy addigra már be is volt építve ugye minden. Nagyon-nagyon jó játék volt Darshantól, és ezt követően ugye még az alsó ösvényen lévő csapatharcnál pedig ott is jó folyam minden. Ott a Rumble ulti is nulla emberre ment rá, szintú ugye robbanékony hordó, tehát olyan kulcsfontosságú képességek, amik mind sebzésben, mind pedig CC-ben számítottak volna a FlyQuestnek, azok itt a játék végén picit elmaradtak. Uh-huh. És így viszont nem volt esélye megvédeni a bázisát, főleg úgy, hogy két ösvényen már csak inhibitor állt, azokat pedig pikpak be lehetett fejezni, sőt akkor már ugye a felső ösvényen, illetve a középső ösvényen már a szuperminionok érkeztek. Nehéz. Nehéz lesz most innen felállni a FlyQuestnek, bár én azt mondom, hogy talán még mindig inkább 0-1-ről álljanak fel, és hozzá kell úgy a mérkőzést, lehet, hogy az nekik jobb, mint 1-0-ról folyamatosan kikapni. Igen, vagy az valami, nem tudom, a legrosszabb szituáció, az elmehet nem az élettől, de a játéktól a kedvük, az biztos. A játék, nem is a játék, egészen addig a baronnasor harcig szerintem nem volt eldöntve, hogy ki az, aki megnyerheti ezt az összecsapást, ezt a találkozót. Még akkor sem, hogyha CLG egyébként remekül tudott kifordulni a felső és az alsó ösvény inhibitort védő tornyaira egyszerre. Uh-huh. Tehát még akkor is a FlyQuestre azt mondanám, hogy mérkőzésben voltak. A probléma az csak az volt talán, hogy nagyon-nagyon meg lehetett fogni azt a Rumble. Tehát az ösvényről nem engedte el Darshan, és még mellette le is tudta győzni őt az ösvényen. Sőt, lefarmolta, folyamatosan jól tudott cserélni ellene. Ő sokkal jobban tudott készülni Rumble, illetve az ő sebzése ellen, mint ez fordítva történt volna. Itt pedig Lemon Nation-nek a megállítása tökéletes egyébként. A CC-lok semhova nem tud menekülni. A támogató játékos Christian nyilvessző Gubo, aztán pedig még meg is lehet védeni Elise-t. Ez pedig High-nak a büntetése. Kicsit úgy érzem, hogy High nem volt itt ezen a mérkőzésen, vagy legalábbis nem nagyon tett hozzá sokat ezzel az Oriannával ehhez a meccshez. Az, amikor ugye elkapta Huit ezzel a vonzás hullámmal, na bum. Volt még egy olyan vonzás hullám, ami két ember talált el, és ott igazából pont azt láttam, hogy jó, van egy kis sebzés, de azért ez nem olyan durván nagy robbantás, mint egy Orianna kombót, hogyha valaki tényleg két-három tárgyal meglő, akkor ez tényleg több mint fél élet előket szakít le. Uh-huh. Ugyanis mindenki jól tudott készülni ezzel a sok varázssebzés ellen. Darshanra nem lett volna semmi értelme rátolni. Huhit valószínűleg egy burstből nem fogod megölni, köszönhetően a Malmortiusnak. Egyrészt ugye nem lesz ott a lövész hátul, de ha még ott is van a lövész, van egy afromújuk, egy lulujuk, aki folyamatosan tökéletesen tud segíteni, ez pedig ugye a baronnasor. Hát a döntő küzdelem, maradjunk annyiban. Nagyon összeálltak egyébként a flytekes játékosok. FlyQuest-es játékosok, Alteket akartam mondani, hogy ő is egyébként ott maradt, és a nyilvessző talán vagy őt találta el, hát vagy valakit a háromból, akik hát tényleg egy bizonyos pozícióra álltak rá, és ez az, amiről talán te beszéltél, hogy középső ösvényen a differencia az... Borzalmas. Tehát, hogy nem, hogy borzalmasan nagy. Uh-huh. Itt még egyébként pont, hogy ki akartam térni. Tök szép egyébként ez a sok sebzés a Rumble, illetve a Caitlyn-től, de hát ennek a
majd, hogy nem a felét szerintem Darsan kapta, és ő pedig egy senként. Tehát azt a képet kellett volna megnézni, hogy ki tankolta a legtöbbet, és hogy mennyi az, amit tankolt például Darsan. Rengeteget valószínűleg, mind a Rumble sebzésből, mind pedig Altekéből. Tehát én azt akartam még pont kiemelni, hogyha már High és az ő rossz teljesítményét néztük ezen a mérkőzésen, hogy nekem nagyon csalóka, főleg, hogyha már nincs itt Thanatos, akkor legalább igen. Kobi is nagyon szomorú egyébként, ő is rajzolta egy szomorú fejet. Frick. Igen, most adta oda, Kobi kitépte a saját kis jegyzett tömbjéből, és odaadta Fricknek, hogy bemutassa a nézőknek. Tehát, hogy ha már talán nincs itt, akkor én beszélek az őrszemekről, vagy az őrszemről. Egyrészt te is beszéltél a játék közben, hogy egyébként szép volt az őrszem játéka még olyan helyzetben is a FlyQuest-nek, amikor már nem álltak tornyai. De hály az, aki nekem olyan szinten csalódás, hogy ő régen egy ilyen őrszem varázsló volt. Tehát, hogy mindig lepakolgatta, aztán el is tüntette őket, mármint hogy az ellenfélét. Most pedig alapvetően azt mondom, hogy az a 0,45 őrszem per perc, az nagyon pici hozzá képest. Uh-huh. Tehát még a középső ösvén nagyon sok csapatban van egyébként ennél sokkal jobb. Huhi 0,55, tehát már ő is jobb. De régen High nevezetes volt arról, hogy a csapatát ténylegesen tudja segíteni úgy, hogy a középső ösvényről folyamatosan növeli a rálátását mind a dzsungelesnek, mind pedig a két szélső ösvénynek. És szerintem ez nagyon sokat számított annó még a Cloud9-ban, amikor még High Cloud9-os volt, és középső ösvényes, hát nem ma volt, de azt szerintem akkor nagyon sokat számított. Most meg... ugye pont, hogy a FlyQuest-ből én készültem, és nekem ez volt a legfeltűnőbb, hogy így, na majd megnézzük az őrszem játékot, és akkor biztos az lesz, hogy persze Lemonation nagyon sok őrszem, meg a középső ösvényen háj, és így néztem, és azt mondom, hogy ajjajjajj, itt valami problémák vannak, vagy egyszerűen sokkal fontosabb most az, hogy ő legyen a shot call, vagy ő legyen az, aki megpróbálja egy-egy ilyen assassinnal kerízni a gémet. Aki viszont ennek a mérkőzésnek az embere lett, az nem más, mint Darsan, és ezzel a döntéssel én a végletekig, végtelenségig egyet tudok érteni. Tehát az ösvényfázist maga biztosan elhozta és megnyerte, a csapatharcokban pedig szerintem nem lehet benne hibát találni. Uh-huh. Úgyhogy én összességében azt mondanám, hogy büszkén érkezhet a második mérkőzésbe a CLG, a FlyQuest-nek pedig valamit mutatnia kell. Nagyjából 3 perc, és meglátjuk, hogy sikerül-e ez nekik.